Tudjátok-e, ki az a Zeámi mester? Ő a Nó színháznak, a tradicionális japán színháznak az egyik nagy-nagy ősi mestere. Őtőle tudom azt, hogy a színész a szívének 10, a testének csak 7 részével játszik. Vagyis, hogy az indulat, a szenvedély az mind maximumon van, de a mozdulatot azt visszafogom. Ezt a könyvet Vekerdi Tamás fordította. És ez a dolog az egész életemben elkísér. Igazán zavarban vagyok, hogy most hogyan lehetne szellemesen, ahogy eddig felkonferálni, de azt hiszem, hogy ezt kihagyom. Köszönöm, hogy egyáltalán ez a mondat eljutott hozzám, ti pedig, aki eddig nem ismerte, az most örüljön a szerencsének, mert itt az idő, hogy megismerjétek Vekerdi Tamás pszichológus. Ez marad kézben, vagy állványon? Jó estét! És Isten éltesse a TASZ-t. Gyerekek, ez a mániám úgy látszik. Ha gyerekek vannak előtted, vagy bármilyen ember, aki ki van neked szolgáltatva, két lehetőséged van. Vagy azt mondod, hogy legyél, aki vagy, és ehhez foglak hozzásegíteni, és ez a cigányokra is áll, és mindenkire. Vagy azt mondod, hogy legyél, akivé én akarlak tenni. Sajnos a magyar nevelés és a magyar iskola ezt a második álláspontot képviseli. A magyar iskola nem arra kíváncsi, hogy mit tud a gyerek, mint a szerencsésebb északi vagy nyugati iskolák, arra kíváncsi, mit nem tud a gyerek. Karácsony Sándor már a 30-as években azt mondta, hogy az iskola milyen abnormális hely, az abból is látszik, hogy az kérdez, aki tudja, és annak kell válaszolni, aki nem tudja. És ez máig is így van, és nem változott meg. Legyél, akivé én akarlak tenni. 8 intelligencia van, ez több mint 30 éve tudjuk. A magyar iskola ezzel nem törődik, 1 intelligenciát ismer, az értelmi intelligenciát, és ennek klasszikus 10 faktorából 5 szóbeli, 5 cselekvéses, és minden nagykönyv leírja, hogy a gyerekekben a cselekvéses az erősebb, az iskola 2 osztályoz. Egy lexikális memóriát és egy matematikai készséget, mind a 2 a szóbeli tartományba esik, amiben a gyerekek eleve gyengébbek, kivéve persze az értelmiségiek gyerekeit. Mert azok kisebb-nagyobb neurotizálódás árán korán erősek lesznek szóbeliségben, amiben tovább növelik a lehetőségeiket, és a többit még hátrább nyomják. És akkor már nem is beszéltem erről, arról, hogy vagyok, aki nem kell, hogy például a kreatív ember gondolkodása divergens, azaz jön a feladat, agyrobbanás, 1000 dolog jut róla eszébe. Kisfiam, ne hadoválj, azra válaszolj, amit kérdezek. Stb. Jön nyílegyenesen a feladat, te ugyanazon a sínpáron küld vissza az egyetlen lehetséges megoldást. Egyetlen lehetséges megoldás általában nincs, pláne nincs ugyanaz az egyetlen lehetséges út. A kreatív gondolkodás divergens, 1000 dolog jut eszébe, és ebből jön majd létre az új, az innovatív, a kreatív gondolat, de az iskola csak a konvergens gondolkodást bírja elviselni. Jön a feladat, te ugyanott küld vissza. Amikor Varga Tamás be akarta vezetni, szóljatok, ha letelik a 6 perc, be akarta vezetni a modern matematikát Magyarországon, az először tilos volt, külön engedély kellett, nagyon kevesen kapták, és kiderült, hogy olyan jól működik, hoppá! És az OPI kijelentette, mától kötelező. És nem is tudták, hogy mi fán terem, de azt kellett szegényeknek tanítaniuk. És akkor rögtön elterít, itt nem szabad egyszer egyet gyakorolni, ez persze hülyeségek. Itt csak halmazelmélet van, elsősöknek is. Mi az, hogy halmazelmélet?
a piros kockákat, és a piros háromszögeket, és a piros korongokat mind ragd egy helyre, és a zöldeket egy másikra, nagyszerű. Most ragd az összes kockát egy helyre, függetlenül, hogy milyen színű, és az összes háromszöget, és az összes korongot. Ez a halmaz elmélet elsőben. Szóval az igazgató bácsi megígérte Joli néninek, kiállítom Józsi bácsit, és jelezni fog, ha jön a szakfelügyelő. Addig nyugodtan gyakoroljátok, Jolikám, a szokásos módon az egyszer egyet. Szóval tipikus magyar megoldás, előbb tilos, aztán kötelező. Természetesen egyik sem működik. Európa egyik legjobb iskolája a finn iskola, odautazott Szaúd-Arábia és az Emirátusok, és azt mondták, mondják meg, hány milliárd dollár megveszik az egészet úgy, ahogy van. Mondták, hogy ez sajnos nem megy, mert mondok egy példát, hogy miért nem megy. Ott is van alaptanterv természetesen, csak van mellett egy miniszteri levél. A miniszteri levél így szól. Kedves kolléga, arra kérünk, hogy ezt a tantervet ne tarts be. Alkalmazd a mindenkori helyi viszonyokhoz és az egyes gyerekekhez. Ez nagyon fontos. Azt mondja, hogy nem lehet 30 gyerekhez. Lehet. A modern pedagógia egyik legfontosabb része a differenciálás. Nyomokban sincs nálunk. Ráérünk. Nem kell sietni. Tévedés, hogy karácsonyra ír, olvas, hogy első végére ír, vagy miért? Zsófika úgy jön, hogy ír, olvas, Lacika harmadikra fog. Miért Zsófika zseni, Lacika hülye? Esetleg pont fordítva. Zsófikának három nővére volt, mint tanítónénit játszott vele. Lacika lassan érő, a zsenik lassan érők. Einsteinre még Minkowski, a professzor is azt mondta, mikor mondták neki, hogy ez az itt ült elől mindig balra oldalt. Az a kis múja, még az egyetemen is mújának bizonyult. Szóval ez jó, ha nem lett volna egy nagybátyja, aki kiveszi a rendes iskolából, és elviszi egy svejci magániskolába, nehéz sorsa lett volna. De azóta már nem ilyenek a német iskolák, Németországban már nincs porosz iskola csak Magyarországon van. Szóval itt vannak a gyerekek, akik szabadság, rabságba vannak kényszerítve. Ma már megvalósult Rákosi Mátyás álma. Rákosi Mátyás előtt is volt napközi Magyarországon. A gyerekek 9000-eléke vette igénybe a napközit, és ez a nyomor enyhítő akció része volt. És aztán jött Rákosi Mátyás, és azt mondta, hogy ez lehetetlen, otthon tönkreteszik, férred tájékoztatják a gyerekeket, kettős nevelés, napközi. Egész nap az iskolában. Ezt ő találta ki. Most valósult meg igazán, amit szeretett volna. Nem véletlenül, természetesen, hiszen Hoffmann Rózsa megmondta nekünk, hogy az ő eszménye az az iskola, ahova ő járt. Na most ő 54-től 66-ig járt iskolába, vagyis a késői Rákosi kor és a korai Kádár korszakban. Ehhez próbálta visszaigazítani, és erre alkalmasnak tűnt a vezér számára az iskolát. Ezért van ez az iskola, amit most látunk, de persze, ahogy annyit panaszkodtunk az iskolákra az elmúlt 25 évben, holott rengeteg jó dolog történt, már 85 óta, de nagyon nehezen mozdult. Na most ez a szerencsénk. Most is nehezen mozdul. Elmegy a kolléga, nő, nagyon aranyos, kedves, most végezte a tanítóképzőt, napköz is lesz, budapesti iskola. Úristen, ezt kell csinálnom? Mire a kedves igazgató helyettes? Ne izgasd magad. Szállj egy kis időt arra, hogy ezt leírod, az fontos, abba a naplóba, és azt csinálsz, amit akarsz. Tehát ez a remény, ugye, hogy minden így működik Magyarországon.
az igazgató szól jobb helyeken, írjanak nekem levelet, hogy én kettőkor engedjem el a gyereket. Tehát ez őrület, hogy ennyi ideig kell itt lenniük. Persze olyan hely is van, ahol nem engedi el. Dunántúlon jártam. Mérjen gyávák a szülők. A faluból busszal kell bemenni az iskolába. 3:45-kor eljön egy busz. Kérik az igazgatót, hogy engedje el a gyerekeket. Nem engedi el. 5:30-os busszal mennek haza. 4-ig bent kell lenni. Ilyen is van. De reméljük azért az egész nem így működik. Szóval visszatérve az alapkérdésre, az iskola nem a gyerekhez szabott, és Mérei Ferenc, a magyar pszichológia nagy öregje, letelt a 6 perc, azt mondja, hogy egy iskolarendszer vagy gyerekközpontú, milyen a gyerek, mikor milyen a gyerek, mire van szüksége, ilyen a demokráciák iskolája, vagy ilyen próbál lenni, vagy intézmény és tantervközpontú. Fent kigondolnak valamit a bürokratikus irodákban, és azt nyomd át a gyerekanyagon. Szóval vigyázzunk a gyerekeinkre, óvjuk, védjük őket, legyünk cinkosok, ha pénteken 47 matematika példát hoz, negyedikes Robikánk, akkor vagy azt azonnal eldöntjük, hogy beírjuk az üzenőbe családi okból. Nem tudta megoldani a házi feladatot, mert az, hogy jó hétvégét akarunk, ez egy családi ok. A másik megoldás, ülj le, kisfiam, figyelj, diktálok. És géppuska ropogás szerűen lediktálom feladatot, meghallgatom a nagymamát, tönkreteszed a gyereket, örök életre, mankóra fog szorulni, csalásra szoktatod, olyan lusta lesz, mint ti vagytok. És legközelebb újra lediktálom. Szóval ezeket a tanácsokat hagyom itt a TASZ 20. születésnapján gyerekeink érdekében.